Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Az idei esztendő terveiről és az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak egymással a civil szervezetek és a város vezetése. Abban mindenféle egyetértett, hogy az eddig kialakult eredményes együttműködés jó alap arra, hogy az idei esztendő is mindkét fél megelégedésével záruljon. 2015 óta zajlik egy folyamat, melynek keretében kiépült egy együttműködési és támogatási rendszer a civil szervezetek és a város között. Minden esztendőben a költségvetésben elkülönített keretösszeg biztosítja a működés pénzügyi hátterét. Ez idén 4 millió forintot jelent. Az összegre a különböző szervezetek pályázatokat nyújthatnak be. Ezzel próbáljuk segíteni az ő alapműködésükhez szükséges feltételeket, illetve az ő általuk szervezett rendezvényekhez szükséges pénzügyi forrásokat. Úgy tűnik, hogy jól működik, hiszen az elmúlt időszakban igen nagy számon vették igénybe ezt a támogatási lehetőséget, és komolyan is kezelik, és komolyan is veszik a támogatásnak a formáját, mert pontosan határidőre is számolnak minden esztendőben azzal a közpénzzel, amit gyakorlatilag számukra a képviselőtestület biztosít. Természetes módon ezt a támogatást a szervezetek ellentételezik, hiszen minden társadalmi rendezvény az ő hozzájárulásukkal valósul meg Bátaszéken. Ők aktívan be is kapcsolódnak egyrészt a városi rendezvényekbe, és a saját rendezvényeiken keresztül színesítik a város kulturális életét. Ennyi az elvárásunk, csak hogy ezt a munkát továbbiakban is ilyen lelkesedéssel és ilyen aktivitással folytassák, mind a bátaszékiek, mind az ide látogatók érdekében. Alapvetően ők jól tudják mozgatni a saját közösségüket, tehát ilyen szempontból fontos rajtuk keresztül megmozgatni a bátaszékváros lakosságát, hiszen ők se egyszerűen hálózzák be, azt lehet mondani, a bátaszéki közéletet, legyen az éppenséggel tánc, vagy legyen az hagyományápolás, vagy legyen az éppen sport, és így tudunk gyakorlatilag rajtuk keresztül tudunk jobban hozzájutni, illetve elérni azokat az embereket, akikkel tudunk mozgósítani, és akik keresztül egyrészt programokat tudunk szervezni, illetve hát ők maguk gyakorlatilag aktív részesei ezeknek a programoknak. A szervezetek képviselői egyetértenek abban, kellő támogatáshoz jutnak, és az is fontos, hogy jelen legyenek Bátaszék közéletében. A várostól szerencsére elég sok támogatásban részesülünk, kaptunk egy termet, ahol a gyerekekkel tudok próbálni, illetve minden versenyre megkapjuk a hivataltól a kisbuszokat, elég viszonylag azt mondhatom, hogy olcsó áron. Mindenben támogatjuk ezzel szemben mi is, ugye így a várost, a rendezvényekkel megjelenünk, fellépünk, a várostakarításban is részt veszünk, illetve mindenféle megmozduláson, ahol lehet ott a gyerekekkel megjelenünk. A kettőnk kapcsolata a hivatal, azt mondom, hogy viszonylag jól működik. Ami nekünk részünkre jó lenne, az egy olyan edzőterem, amit most is amilyenkének mondhatjuk azt, ahol jelenleg vagyunk, a Kossuth utca óvodát, csak egy kicsit szeretnénk, hogyha esztétikusabban néz neki. Én is próbálok, meg egyik-másik egyesület vezető mindig megjelenni a meghívásos rendezvényeken, illetve a kötelező ajánlott alkalmakkor, de nem minden vezetővel találkozom ezeken az eseményeken. Nekem azért fontos, és szeretem ezt a gyerekekkel is ugyanígy utána tudatni, hogy miről volt szó, miről beszélgettünk, hogy ők is teljesen képben legyenek, hogy a fiatalok is értsék, hogy mi is a városért vagyunk, de a város is értünk. Én azt gondolom, hogy kevés olyan település van az országban, ahol ennyire jelen van a civil szféra. Akár városi rendezvények, akár városi akciók, például várostakarítás, ami most elsősorban hogy eszembe jut, de mindenféle kulturális rendezvényeken ott vannak a civilek, és nem csak szép számban képviseltetik magukat, hanem hozzájárulnak ezeknek a rendezvényeknek a sikeres megvalósításához is. Beszűkültek egy kicsit a pályázati lehetőségek, ezért hát elsősorban azt gondolom, hogy anyagi támogatást, anyagi segítséget várunk, illetve ami nagyon jól működik még a városban, az, hogy a mi rendezvényeinkhez, tehát a civil szervezetek rendezvényeihez teret kapunk, és mindenféle nem anyagiakban mérhető segítséget. Tehát például a Művelődési Ház csapata az minden egyes kezdeményezésben segítőként lép föl, de ugyanezt elmondhatom az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal dolgozói részéről is, hogy a civil szervezetek rendezvényeihez ők megadnak, ami segítséget csak tudnak.
az igényes, kulturált életünkhöz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szerintem nélkülözhetetlenek a város civil szervezetei. Az idei esztendő rendezvényterve már elkészült. Ennek elemeiről és a nagy rendezvényekhez szükséges segítségről is egyeztetett egymással a civil szervezetek vezetői és a városvezetés. 1,3 millió forintot költött Bátaszék kóbor ebek befogására és elszállítására egy év alatt. A képviselő testület most alkotott rendülete szigorúbban szabályozza a kutyatartást. Kondicné Varga Erzsébet, a település jegyzője azt mondja, ellenőrzéseket tartanak majd a jövőben Bátaszéken annak érdekében, hogy csökkenjen a kóbor kutyák száma, és a gazdák betartsák az új szabályokat. Befogott házi kedvencek mérgelődnek a Bátkom Kft. Udvarán megépített kennelekben. Tavaly óta épült ez a négy átmeneti őrzőhely az elcsavargott és befogott kutyák számára. Egy esztendővel ezelőtt egy sajnálatos baleset hatására szigorította az ebtartás szabályait az önkormányzati testület. A szigorításnak meglett a maga hatása. A kóborebek begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelező feladat nem volt megoldott itt helyben nálunk. Körülbelül egy évvel ezelőtt, pontosabban tavaly április 1-től sikerült szerződésbe lépnünk az Alfavettel, és a feladatokat úgy sikerült megoldanunk, hogy havonta egyszer szállították el az ebeket. A köztes időben a Bátkom gyűjtötte be a kóborló ebeket, és a Bátkom udvarán 4 kennelben biztosítottuk az ideiglenes elhelyezést, ellátást kaptak. Addig, míg a gazda nem jelentkezett, vagy ha nem jelentkezett, akkor elszállításra kerültek. Az elmúlt egy esztendő 1,3 millió forintjába került az önkormányzatnak. Ennyit kellett fizetni a befogásért, az őrzésért, a tárolásért és az elszállításért. Az egy év alatt 32 darab ebb befogására került sor. Azoknál az ebeknél, ahol mikrocsipet találtunk, ott a gazdákat meg kellett büntetnünk, hiszen a helyi rendelet értelmében közösségellenes magatartást követel az, aki nem gondoskodik arról, hogy az ebb ne jusson ki a közterületre és ne kóboroljon. Úgyhogy ezekben az esetekben a bírságokat kiszabtuk, befizetése megtörtént, és a jövőben is ezt folytatni fogjuk. A képviselőtestület a beszámoló alapján arról döntött, hogy most már határozatlan időre szerződést köt az Alfavett Kft.-vel, ő adta a legkedvezőbb ajánlatot a három megkeresett ajánlattevő közül, és így tartósan úgy tűnik, hogy megoldásra kerül ez a kötelező feladat. A továbbiakban is úgy tervezzük, hogy a köztes időben a Bátkom fogja begyűjteni az ebeket, és az Alfavett elszállítja, amennyiben nem jelentkeznek érte. Tavaly évben volt ez esedékes, külső segítséget is igénybe vettünk, úgyhogy egy elég alapos összeírásra került sor, és ennek eredményeként felszólító levelek is kiküldésre kerültek, ha azt tapasztaltuk, hogy lejártak az oltások, vagy nincsen csip az ebekben, és ennek is van már következménye, tehát elég sokan a felszólító levél alapján már hozzák az ebösszeíró adatlapokat, tehát pótolják a kötelezettségeiket. Ebben az évben tervezzük egy újabb szabályzatnak a kiadását, ugyanis jegyzői hatáskörben a mikrocsipnek a kutyába meglétét vizsgálhatom, és erre irányulóan lesz egy ilyen cél ellenőrzés. Szúrópróbaszerűen fogunk a közterület felügyelőnk meglátogatni ingatlanokat, és akkor az ebb tulajdonosoktól megkérdezni, hogy rendelkezik-e oltási könyvvel az ebb, van-e mikrocsip benne, illetve van leolvasónk is, tehát ellenőrizni fogjuk, hogy ez a valóságnak megfelele, és ezután jelezzük az illetékes hatóságnak, hogyha ez nem így van. Mostantól nem csak HPV és rotavírus elleni védőoltást támogatja Bátaszék önkormányzata. A bárányhimlő elleni oltást is díjmentesen adhatják be szülők gyermekeiknek a városban. 2017. decemberében döntött Bátaszék vezetése egy egészségprevenciós program indításáról. Az önkormányzat évek óta támogatja és ingyenesen elérhetővé tette a HPV és a rotavírus elleni védőoltásokat a lakosság számára. Az egészségprevenciós program keretében már a bárányhimlő elleni vakcina is ingyenesen vagy kedvezményesen igényelhető. 2018-ban kezdte gyakorlatilag a szakma kezdeményezésére a város, hogy a bárányhimlő, illetve a rotavírus elleni védőoltást önkormányzati támogatásból igénybe tudják venni a szülők. A tavalyi esztendő végén kísértékeltük, és nagyon sikeresnek ítéltük meg
a 18 év programot. A szülők éltek ezzel a lehetőséggel, ha nem is mindenki, de a nagy többség igen, hiszen ennek a programnak a segítségével egy védőoltást mindenképpen áll az önkormányzat, és amennyiben a család szociális helyzete ezt indokoltá teszi, adott esetben mind a kettő védőoltást gyakorlatilag önkormányzati forrásból lehet finanszírozni, és így gyakorlatilag a gyermekeket meg lehet védeni mind a várányhimlő, mind a rota vírus okozta adott esetben szövődményektől. Aktualitása sajnos abból a szempontból van egy szomorú aktualitás, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet erre a programra, hogy a megyén belül történt bárányhimlő szövődményre visszavezethető szomorú esemény. Ezért ismételten felhívjuk a bátaszékiek figyelmét, hogy 2019-ben is folytatódik ez a program. A 2016-os születésű gyermekek esetében bárányhimlő oltás igénybevételére van változatlan feltételek mellett lehetőség, illetve a 2019-ben született gyermekek rotavírus elleni oltásban is részesülhetnek, ugyanúgy, ahogy eddig. Egy oltás mindenképpen az önkormányzat finanszíroz e tekintetben, és szociális rászorultságtól függően adott esetben mind a két oltásnak a költségét álljuk. A város az ezévi költségvetésben 1 millió forintos keretösszeget biztosít majd ennek a programnak a végrehajtására. Erősen tartja magát az a téves vélekedés a bárányhimlővel kapcsolatban, hogy nem szükséges az oltás, majd a gyerek elkapja, és ezzel kialakul a védettség is. Az elmúlt években, évtizedekben azonban a betegség és az okozta szövődmények egyre agresszívabb formát öltenek. Először is nem egy gyenge gyerekbetegség, amin át kell esni, és ami nem okoz problémát. Ez lehet, hogy így volt 20-30 évvel ezelőtt, most sajnos már nem, és egyre több olyan szövődményt ismerünk, és sajnos tapasztalunk, és tragikus kimenettel, ami a bárányhimlő alapján alakult ki. Magyarul a bárányhimlő is halálos betegség lehet. Tévhit az is, amit sokszor lehet hallani, hogy a két oltás meg, tehát két oltásból áll az oltási sor, ezt tudni kell, a két oltás között minimum 6 hétnek kell eltelnie, és úgy célszerű beadni, az a legoptimálisabb időszak, mielőtt közösségbe kerül. Tehát ha például szeptember 1-én kezdi a gyerek a bölcsödét, óvodát inkább, mert ugye ez már kora gyerekkorban lezajlik, akkor ha a szeptember 1-én elkezdi a közösségbejárást, augusztus közepén be kell fejezni az oltási sort, tehát célszerű június végén, július elején kezdeni, és persze vonatkozik a más időpontba kezdődő közösségkezdésre, hiszen a két oltás után két hét múlva már védett a gyermek. Felnőttnek is be lehet adni, aki még eddig nem esett át a betegségen, minél idősebb egy gyermek vagy felnőtt, annál súlyosabb lehet a lefolyása, és annál rosszabbul tűrik. Két évvel ezelőtt volt utoljára itt Bátaszéken bárányhimlő, mondjuk így járvány, bár a járványos mértéket nem érte el a dolog, de volt 17 éves betegünk, nagyon nehezen viselte. Évente csak Magyarországon 30-40 halálos áldozatot követel a bárányhimlő, illetve a betegség okozta szövődmények. Gondoljunk bele, ez egy osztályi, sőt két osztályi gyermek, aki nem lesz felnőtt. Tehát nagyon nem áll most már az a hit, hogy nem kell vele foglalkozni, nem kell a védőoltást beadni, de minden olyan esetben, olyan betegség esetén be kell adni a védőoltást, aminek lehet halálos szövődménye, és a bárányhimlőnek is lehet halálos szövődménye, mint ahogy nem régen volt is itt a megyében. Fontos tudni, hogy mielőtt a tünetek egyáltalán megjelennének, 3 héttel előtte már fertőző a betegség. Magyarán a lappangási idő 3 hét. Régi tévhit, hogy a bárányhimlős beteget melegben kell tartani. A beteg gyermeket lengeruhába kell öltöztetni, hogy a test szellőzni tudjon. Lehet nátha, lehet köhögés, lehet egy, bár az inkább a megelőző időszakban jellemző, lehet akár egy hétig láz, egy hétig jöhetnek a kiütések, újabb egy hét, amíg leszárad, tehát gyakorlatilag 2 hétig nem mehet a gyerek közösségbe, anya, apa nem mehet dolgozni, attól függően, hogy ki marad vele otthon. És ha igazán azt akarjuk, hogy egy bárányhimlő lezajlása után a gyerek egészségesen menjen a közösségbe, 6 hetet otthon kéne tartani. A bárányhimlő annyira terheli meg a szervezetet, mint egy altatásos műtét, aminek ugye 6 hét, amíg az immunrendszer magához tér. Bátaszéken a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre több emberhez jut el a megfelelő információ a megbetegedésekkel és azok veszélyeivel kapcsolatban, így a védőoltást igénylők száma is növekszik. Azt lehet mondani, hogy durván 50%-a a szülőknek él ezzel a lehetőséggel. Bárányhimlőben volt egyfajta átoltottság, meg ugye elért egy bizonyos védekezést is
egy kort is a gyermek, tehát amikor már kicsit immunisabbá válik a betegséggel szemben, de ettől függetlenül ott is 50%-os volt a szülői érdeklődés, rotavírusnál is nagyjából ezt lehet mondani. Hát reméljük, hogy ebben az esztendőben egy kicsit aktívabbak lesznek a szülők, és hát igénybe veszik ezt a lehetőséget. A Nemzeti Immunizációs Programban várhatóan ősztől emelik be a kötelező védőoltások sorába a bárányhimlő elleni védekezést, ez pedig azt is jelenti, hogy a most még oltásonként 11 000 forintos vakcina, melyet két alkalommal kell beadatni a kellő immunitás eléréséhez, országosan is ingyenes lesz. Óriási hiány van fizikai munkásokból, mérnökökből, hegesztőkből és CNC gépkezelőkből az ipar területén egy átfogó felmérés szerint. A 180 ipartestületet, mintegy 40 ezer kisvállalkozást képviselő ipartestületek országos szövetségének elnöke Bátaszéken úgy fogalmazott, a munkaerő hiány hátterében többek között az áll, hogy nincs megbecsülve a kétkezi munka Magyarországon. Németh László úgy véli, a szakképzés is átalakításra szorul. 11 szakma műhely titkaiban nyerhettek betekintést a bátaszéki általános iskolások azon a pálya orientációs napon, amit a bátaszéki iparosokkal közösen szervezett meg a Kanizsai Dorottya általános iskola tavaly ősszel. Gerencsér János, a bátaszéki vállalkozók ipartestületének elnöke azt mondja, hiába keltik fel a diákok érdeklődését, hiába működnek együtt az iskolákkal, ha a szakmát kitanuló fiatalok elvándorolnak. Ez ma az iparosok legnagyobb gondja szerinte. Nem itt helyezkedik el, hanem elvándorol, külföldre távoznak. Így ezáltal az iparosság, a szakmahiány, ez az itt nagyon komolyan fennáll. Fogalmuk nem volt, hogy ilyen szakma, vagy hát így működik. Mondjuk csak egy egyszerű hegesztés, vagy egy egyszerű autószerelés, vagy egy forgácsolás, hát ahova tudtuk elvinni őket itt helyben. De hát ugyanúgy a konyhára, az étterembe, hogy egy pizza hogy készül, vagy egy gyakorlatilag egy varrodába, hogy mit kell tenni, hogy szabnak, hogy varnak. Próbálunk itt Bátaszéken az iparosok, hogy az ipartestület tagjai próbálják a szakmát bemutatni a diákoknak. A közgyűlésen Németh László, az IPOSZ országos elnöke is részt vett. A 180 ipartestületet mintegy 40 ezer kisvállalkozást képviselő szervezet elnöke úgy látja, komoly gond van a szakmák társadalmi megítélésével és a szakképzéssel. Utóbbi átalakítására létrehozott szakképzési innovációs tanácsban az IPOSZ is helyet kap. Maga a szakmunkás képzés területét is ketté kell választani, hiszen a nagyiparnak és a multiknak nem olyan szakemberek kellenek, mint a szolgáltató szektorban, mondjuk a kisiparnak. Nekik lehet, hogy elég bizonyos alapkompetencia képzés a szakmunkás terület tekintetében, és ott ők maguk továbbképzik arra a munkafolyamatra, ami legyünk őszinték sokszor nem is annyira szakmunka, hanem inkább betanított munka. A vállalkozóknak azonban átfogóbb tudást biztosító képzésre van szükségük a napi szinten változó elvárások miatt, tette hozzá Németh László. Az IPOSZ elnöke azt is problémának látja, hogy mesterlevél nélkül is vállalkozhatnak a szakemberek. Sok fiatal mestervizsgát továbbképzés sem akarja elvégezni. Az IPOSZ az azért küzd már egy jó ideje, és próbálja hangoztatni, hogy vissza kell állítani a mesterképzéshez azokat a jogosultságokat is, amik korábban megvoltak, hiszen nem képezi tovább magát a fiatal, hogyha ez nem kötött valamihez. De hát elvették gyakorlatilag a mesterektől azt a jogosultságot, hogy például egy bádogos mester, vagy egy festő, vagy egy köműves, vagy egy ács, ugye nem lehet a saját maga felelős műszaki vezetője. Itt van egy visszásság is, amit mi mindig felvetünk, hogy tulajdonképpen ezektől az emberektől azért vették el, mert hogy nem megfelelő színvonalú szakmai háttérrel rendelkeznek, vagy tudással rendelkeznek, és hát ezért kell képzettebb felelős műszaki vezető föléjük. Egy tavalyi átfogó többek között a Szent István Egyetem a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével készült felmérés szerint a versenyszférából a legnagyobb hiány informatikusokból, karbantartókból, programozókból és gépkocsi vezetőkből van. Az ipar területén pedig a fizikai munkások, mérnökök, hegesztők, repülőgépszerelők és CNC gépkezelők hiányoznak a leginkább az adatok szerint.
A Bátaszéki Gimnázium által meghirdetett megyei szavalóverseny minden évben új tehetségeket is felszínre hoz, sok esetben éppen a második Géza gimnázium házatájáról. A 9. Szabó Noémi ebben a talán újra népszerűvé váló irodalmi műfajban alkotott, a zsűri majd később a Géza gálán is szélesebb közönség számára maradandót. A már ismert versmondónak számító 12. B-osztályos Szabó Bálint mellett a fiatalabb Szabó Noémi 9. A-osztályos tanuló kapott külön díjat az idei Gézanapi megyei szavalóversenyen. Két faludi verssel bizonyította erre az irodalmi műfajra való rátermettségét az ifjú hölgy. Ezek közül az egyiket mondta el a Géza gálán a Karenina Anna és a Kapuett Júliát. Ez igazából kissé társadalomkritika, és ugye a két mű szembeállítása, ugye a Rómeó és Júlia, meg Tolsztoj regénye. Jó, hogy Tolsztojnak, bár nagyon utálta, nem volt módja Shakespearehez nyúlnia. Különben a harmadik felvonásban valahogy így beszélne Júlia. Haragszik ránk Venona kapitánya. Leszek hát Párizs felesége. Jó atyám és társadalmunk ezt kívánja. A külön díj a Géza gálán learatott közönség siker óriási ösztönzést adott Noéminek, hogy még komolyabban foglalkozzon a versmondással. A Géza gála előtt egyébként izgult nem is kicsit, hiszen ennyi ember előtt még egyszer sem kellett verset mondania. Ahol én szavaltam, ott harmad ennyien voltak, és harmad ennyien néztek, és hirtelen sokként ért ennyire sok ember, még ha laikus szemmel nem is számít ez annyira soknak. Volt egy kis lámpalázod, és emiatt talán, hogy ennyi ember előtt még nem mondtál verset? Hát nem igazán kicsi, és volt lámpalázam. Hogy hogyan tovább jelentkezel egy szakkörbe, vagy esetleg képzed magad ezen a téren is, az iskolai tanulmányok mellett? Igen, persze képzem magam, és elméletileg alakul is majd itt újra Bátaszéken egy amatőr színész társulat, amiben nagyon remélem, hogy benne leszek, és mindenképp szeretném fejleszteni az ilyen képességeimet, hiszen azért ahova készülök, oda mégiscsak jól jön valamiféle referencia. Szabó Noémi ugyanis 3 év múlva szeretné megcélozni, és pedig sikerrel, a színművészeti főiskolát. Van-e kedvenc szerződ a világirodalomból és a hazaiból? Igen, az utóbbi időben Faludi nagyon a szívemhez nőtt, külföldiek közül pedig Byron, Edgar Allan Poe, és hazaiak közül pedig még talán Ady Endrét és Radnótit tudnám megemlíteni. A jövő évi Géza szavalóversenyen, majd az azt követő gálán már megeshet, hogy az általa felsorolt kedvenc költők egyikétől is hallhatunk tőle verset. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!